Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kezdjük a harmadik félidőt azzal, hogy azonnal kapcsolunk majd vissza Dániába. Terveink szerint az Esbjerg-Ferencváros mérkőzés egyik főszereplője mindenképpen rövidesen megszólal majd, de beszélünk arról, hogy többek közt hogyan kézilabdázott a múlt héten még itt nálunk vendégeskedő Kovacsics Anikó, hogy mi lett a Fradi gyorsan megszerzett 5 gólos előnyével, és hogy miért nem sikerült a második félidei újbóli fordítást követően már a végjátékot jól lehozni. 1-4 lett az Esbjergnek a végjáték, és így a Ferencváros idegenből nem tudott ponttal hazatérni Dániából. Aztán megyünk tovább, és beszélünk arról a Győrről, amely bizonyos szempontból komoly mélypontra került, egy bajnoki vereség és egy BL döntetlent követően a Budućnost ellen kellett egy picit helyreállítani a csapat és a játékosok önbizalmát. Ez sikerült, vendégünk lesz majd Veronika Christiansen, akivel nem csak a Budućnost legyőzéséről beszélünk, hanem arról is, hogy hogyan lett ő a sérülése után igazi Jolly Joker a pályán védekezésben, illetve támadásban is. És végül EHF kupa, röviden majd nyilván beszámolunk arról, hogy a Siófok nyert Kopenhágában, és ezzel biztosan továbbjutó, mint címvédő. Az Érd ugyan kikapott, de az utolsó fordulóban saját kezében van a sorsa, viszont a debreceniek annak ellenére, hogy igen jól indítottak a sorozatban, a törökök a Kastamonu elleni hazai 2 gólos vereség után már az utolsó fordulótól függetlenül biztosan búcsúznak, úgyhogy 2 vendégük is lesz majd a DVSC-től, hogy a jó kezdetről és a kevésbé jó folytatásról beszélgessünk majd. Itt tartunk, de hát most a stúdióban Tóth Tímeával, Borsos Attilával és Ágai Kis Andrásra várjuk Önöket. Jó estét kívánok nektek is. És kivételesen azt javasolnám, hogy mivel nagyon fontos, hogy mit veszített a 2 pont megszerzésének lehetőségén túl a Fradi ezzel az Esbjergi meccsére, nézzük meg a tabellát, és innen fogunk majd tovább építkezni, hogy ez miért igazán nagy baj. Mert egyébként összességében nagyon drámai dolog nem történt. A Ferencváros egy egyébként jó erőkből álló világklasszisokkal teletűzdel csapat otthonában épp, hogy elvesztve a végjátékot kikapott, csak hogy a csapat jelenlegi helyzetében ez nehezen fér bele. Mi van most? Most az van ugye, hogy megnézzük jól ezt a táblázatot, hogy az Esbjerg tulajdonképpen 5 ponttal meglépett a Fraditól, és a Bukarest is elé csúszott a meccs elleni győzelemmel, és tulajdonképpen nagyjából meg kell nyerni az összes mérkőzést, úgy gondolom, ahhoz, hogy tovább tudjon jutni a Fradi, és ugye, ha belegondolunk, hogy a Rostov ellen lesz például egy oda-vissza mérkőzés még, meg egy bukaresti kirándulás, akkor ez nem tűnik nagyon egyszerűnek. Ugye de... a Christian Sandot is ponttal kell előzni, hiszen csoport ellenfél volt, tehát vele már nem játszik. Igen, hát abban még bízhatunk, hogy a Christian Sand a sérülések megtizedelték, és nem fog több mérkőzést nyerni, de ez szerintem ez lett a remény, hogy esetleg a hogy minden meccset mennyire omlanak. De akkor sem kell sokkal kevesebb meccset megnyerni, tehát összességében akkor 2 kell megnyerni ebből az emlegetett, könnyűnek semmiképpen nem mondható 3-ból. Ez a csapat zseniálisan kezdte, mintha csak a Bukarest meccs folytatása lett volna ez a mostani, ezt az összecsapást, és 5-0-as szériával nyitott, de 9-4-re is vezetett. Tehát lényegében úgy alakult ez a meccs, hogy 5 perc alatt lett 5 gólos előny, amit 25 perc alatt végül eltüntetett az Esbjerg, és így lett döntetlen a szünet. De az egy korai előny volt, tehát abba kapaszkodni talán hiba volna. Hát igen, abba nem lehet, viszont ahogy ott játszott, abba lehet, mert ott azt a játékot mutatta, hogy megvolt a megfelelő ritmusa a játéknak, jól mozgatták a falat, jól ment a labda, nem egyénileg akarták elindítani, adott esetben labdavezetéssel, megvolt a megfelelő távolság a védekező faltól, és jól működött a gépezet, azt gondolom, magabiztossá vált mindenki, és aztán jött, és kellett hozzá az ellenfél kapusa is, hogy elvegye egy kicsit a kedvét a ferencvárosi játékosoknak. Jöttek a pontatlan befejezések, az elbizonytalanodás, elkezdett csökkenni az a fajta előny, amit megszereztek, és aztán azt lehetett látni, hogy egy kicsit megállt ez a gépezet, amit eddig láttunk, és ennek köszönhetően, bár X volt a félidő, és még reménykedhetünk a második félidőben is, mert az semmit nem jelent, hogyha döntetlen a félidőben, de nem nagyon tudott igazán megújulni a Ferencváros. Felvillanások voltak, és egy-egy olyan javítás, akár védésekkel, akár jó átlövésekkel egy-egy ember felvette azt a ritmust, amiben meg lehetett volna nyerni a találkozót, de összességében azt mondom, hogy nem sikerült a második félidőben igazán jó teljesítmény nyújtani. Mert ha szabad, hogy vitatkozni, azért egy megújulás volt, mert ugye 23-20-ra vezetett az Esbjerg, és amikor azt hittük, hogy ez a tendencia
ez már eltart a meccs végéig, akkor a Fradi villantott egyet, és még 27-26-ra átvette a vezetést, hogy aztán egy 1-4-es végjátéka lesz végül, egy picit elrontsa. De akkor, amikor Klivinyi elindult azzal a labdával egy labdaszerzés után, akkor még úgy tűnt, hogy ez a meccs nyerhető. Igen, szerintem az volt a fordulópont sajnos, vagy legalábbis akkor jött volna meg az igazi remény, hogyha azt Kinga be tudja dobni. Ott bele volt kényszerítve egy lövésbe, mert ugye ha még egyet lépett volna, akkor az már lépéshiba. És ott éreztem, hogy ezért most nagyon kár, és ott visszavette az Esbjerg az irányítást. Onnan már nem volt mese, de tényleg olyan felemás érzései vannak az embernek, mert szerintem egy ilyen meccset simán aláírt volna Elek Gábor 3-4 héttel ezelőtt. Egy ilyen teljesítményt, akkor inkább azt mondom, mert ennek nem nagyon volt még mondjuk ősszel előszele, a Bukarest ellen már igen, aztán láttunk egy ilyen első félidőt, szóval összességében ez a Fradi most nagyon egyben van, főleg ahhoz képest, amilyen volt, szomorú, hogy ezért nem jár pont. Érdekes, hogy a kezdés sok szempontból hasonlított a Bukarest ellenére, például úgy, hogy Satszul mindent bedobott, például úgy, hogy Háfra keze megint sült, tehát konkrétan megint csak azt tudjuk mondani, mintha el se telt volna az az egy hét, de mennyivel volt most a folytatásban kevesebb a csapat, meg tegyük hozzá, hogy azért az Esbjerg ez az első 5 perc ön összeomlása után azért nagyobb erőt mutatott, mint egy hete a Csesze-Meyerden. Igen, az egyértelmű, hogy az ellenfélen is múlott ez, mert ugye a Bukarest egy rossz kezdés után egy rossz folytatást választott, az Esbjerg pedig azért 0-5 után elkezdték szépen összeszedni a játékukat, és tulajdonképpen az első időszakban is inkább az volt, hogy kapufákat lőttek, eladtak egy-két labdát, tehát nem volt egy ilyen szétesett játékuk, mint a románoknak. És azért ez egy elég jól szervezett csapat, amelyik ugye Polmannak a játékára épül, és fokozatosan belejött a legutóbbi VB MVP-je, és ez aztán meghatározta a mérkőzést. Volt egy időszak, amikor ellenállhatatlanul játszott, és az volt szerintem a dánok győzelmének a kulcsa, hogy a legjobb játékosokat nem nagyon tudtuk tartani. És ráadásul... De ő Polman volt? Vagy Frey? Hát, mind a kettő. Én azt gondolom, hogy mind a kettő. Az elején is jó volt Frey, de az Polman aztán úgy volt egy időszak, hogy nem kellett, lehetett szinte mit kezdeni vele. Mind a kettő kellett hozzá szerintem, mert Freynek az első félidő végi teljesítménye volt az, amit nem tudott tartani a Ferencváros, és ez azt hozta magával, hogy a második félidőben is kellett rá fókuszálni, mert hogy olyan húzásokat indított, úgy húzott össze két embert, hogy a két-hármas nagyon szétszakadt, és nem nagyon érezték meg, hogy mi lenne a feladat, és jött hozzá a beálló is, aki nagyon szépen mozgott le aztán a kilépő fal mögé, és rendben megtalálták helyzetekkel. Szerintem ez volt a kulcs, amit nem nagyon tudott tartani a Ferencváros. És még jött hozzá egy Breisztől, aki meg 12-ről is beverte, plusz a szélsők. Igen, is de Breisztőnk... Meg nagyon jó volt a kapusuk, tehát végül is... Csak valahogy azt látom, hogy igen, Breisztől dobott zseniális gólokat, de nem dobott kisebbeket, és sokkal kevesebbet sem Háfra a mi oldalunkon. És lehet, hogy nagyon sült el Granlund beállása, de mondjuk Szemere is ugyanúgy belkapott egy-két labdába. Én nem tudom, hogy az egyértelmű, hogy egyébként persze Polman, Breisztől, Fráfjord és a többiek, hogy ez egy jobb erőkből álló csapat egyébként, vagy egyszerűen csak sokkal jobb formában van. Ugye azért tegyük hozzá, hogy a Vipers otthonában nyert az első középdöntőt. A mai meccs alapján még sokkal jobb formában sincsenek. Tehát nincsen. Ugye a múlt héten a Fradi is brillírozott, meg az Esbjerg is. Jó, az Esbjerg idegenben valóban Norvégiában. Nekem a mai meccs azt sugallja, hogy ez nagyon két hasonló kaliberű csapat. Egy-két igazán minőségi csere kéne a Fradiba szerintem, hogy amikor tényleg pihentetni kell a kulcsembereket, akkor ott erőjön a padról igazán. És talán ez, amit most mondtok, erősíti azt, hogy a Rostov oda-vissza és a Bukarest idegenbeli meccs előtt még annak ellenére, hogy Dániában kellett játszani, talán még ez lett volna a legkönnyebb lehozható összecsapás. Hát, papíron igen. Könnyebben, hát most igen. Papíron egyértelműen ez a meccs könnyebbnek tűnt, ha lehet így mondani, mint mondjuk Rostovban nyerni, az nem tűnik könnyűnek, de azért ez is egy nagyon jó csapat, és azért ne felejtsük el, hogy az Esbjerg nem véletlenül van itt a táblázaton, tehát komoly csapatokat elkapott, például a Rostovot is, úgyhogy ez önmagában nem egy rossz eredmény, csak tényleg hiányoznak azok a pontok, amiket kellett volna esetleg a csoportból hozni, különösen ugye a Christian Sand elleni 4 pont az egy kicsit kellemetlen, hogy nincs meg. Ja, Kovacsics, amikor itt ült a múlt héten, mondta, hogy fogalma sincs, hogy egyébként mi lesz jövő héten, holnap sem, mert a csapat hol ilyen, hol olyan.
És tulajdonképpen ezen a meccsen belül is ez pont ilyen volt, hogy úgy kezdtük, vagy kezdte Fradi, ahogy senki nem gondolta volna, picit úgy folytatta, hogy szerettük volna nem gondolni, de azért Kovacsics Anikóra visszatérve, most például láttuk, hogy együtt is fönt volt Szucsánszkival a pályán, volt már Hornyák rövid időre, tehát megint egy picit az egy hét elteltével többet kaptunk a visszatérőktől a Fradinál. Így van, vannak és megvannak szerintem a feladatokra. Nyilván meg kell érezni, hogy melyik felállásban kinek mi a feladata. Jól tud ez működni, és tényleg jól, csak anélkül, hogy nincsenek kívülről távoli lövések, anélkül nagyon kevés, nagyon nehéz megbontani a falat. És amikor például az a felállás van fönt, hogy Kovacsics, Szucsánszki és Klujber, aki nem vállalja be adott esetben az átlövéseket, akkor viszont leszűkül a repertoár egy húzásos játékra, vagy a szélsőknek előkészítéssel, tehát erre kell figyelni, hogy akkor be kell vállalni azokat a közbelövéseket, amiket amúgy ültek, és amit Kovacsics el is vállalt a második fél időben, és el is lőtte test mellett, amit kért Elek Gábor is az elején. Tehát nem könnyű feladat ez, a labdajáratásokon volt a fókusz, azt gondolom, amikor ez a felállás is van, akkor meg tudják oldani. Tényleg azért fájó, mert hogy benne lehetett volna a második fél időben is, hogy amikor megfordítják, akkor a javukra fordítják. Én azt gondolom, az hiányzik a Fradinak a támadó játékában, amikor elkezdi forgatni a Gábor a csapatot, hogy tud olyan játékosokat behozni, akik az összjátékban jók, tehát a Szucsánszki, a Klivinyi Kinga adott esetben, de vagy akár a Hornyák is, hogyha majd be tudsz állni. De azt nem tudja pótolni azt a tűzerőt, ami mondjuk a Háfrának a pihentetésékor kell, akkor egyedül marad gyakorlatilag a Kovacsics, hogy lövöldözzön, de azért ő nem egy olyan átlövő, a fal fölötti lövései azokat viszonylag ritkán tudja elvállalni. Tehát talán az hiányzik a padról, hogy egy olyan be tudjon jönni, akit, mint a Brace-től a másik csapatba, hogy beküldi, hogy az edző, hogy tessék mennyi, azt hármat durrancsára át tízről. Ez a fajta rotáció nincs meg a Fradinál, akik tudnak jönni, azok inkább játszanak, és próbálják időzőjelbe kihúzni addig, míg a Háfra beteszi a tárába az új töltényeket. De... Igen, csak ugye azt láttuk a múlt héten, hogy Háfra is sokat pihenhetett védekezésben, most azért volt bent, tehát ebből, amit mondtok, ha jól értem, az derült, hogy mivel Háfrából nincs még egy, egyébként sem, meg a hozzá hasonló játékosból sem, tehát lehetséges, hogy őt, vagy hát akkor persze cserélni kell, de hogy csak támadásra kéne, de akkor végig megőrizni? Lehetséges, de azért szerintem neki zavarja a játék ritmusát, ha nincs a védekezésben, meg egy jó védőről van szó, tehát ennyire nem tudod ki patika mérlegezni, hogy csak támadsz, mert akkor egy félkézi labdázó vagy, tehát az nem jó. De a második fél időben mondjuk lehetett volna adott esetben úgy használni, hogy csak támad és cserélnek. Szucsánszki védekezik adott esetben helyette, és ő pedig lendülettel jön a támadásokra. Ezt ma nem láttuk, múlt héten láttuk, hát majd biztos ők is tapasztalják, hogy mit és hogy lehet még jobban. Amikor nézzük a Háfra gólokat, ugye mindig az az érzésünk, hogy amikor fölemelkedik, igazából az azért jó, mert ahhoz nem kell csapat. Hát most egyszerűen fogalmaztam, nyilván ő is kap egy előkészítést. A legnagyobb gólját úgy kapta, hogy persze Kovacsics Anikó bement a falba, két embert leszorított, előkészített neki, tehát nyilván azonnal túlozta, amikor ezt mondom. Láttunk, de hogy... Pedig ez is ült a mai találkozón, tehát hogy ezt is ebben is kell, és ebben is kell előrelépni, hogy amikor ő jön, akkor igenis lehet, hogy elő kell készíteni. Ha az egyéni akcióból esetleg nem sikerül, akkor elő kell venni többször ezt a fajta zárásos előkészítést, hogy tudjon jönni lendülettel, és tudjon egyébként bombázni. Ez egy tök érdekes gondolat, erről érdemes is lesz majd megkérdezni Gábort, mert nem nagyon van más választás, mint ez, hogy vagy Háfrát tehermentesíteni védekezésben, és hogy többet támadjon, mert gyakorlatilag ugyanazzal a problémával küzdik a Fradi, mint a válogatott, csak Háfra szerencsére jó formában van. Vagy ő tud távolról lőni, vagy senki. Tudjuk, hogy milyen hallunk róla, hogy milyen erősítéseket tervez a Fradi, tehát ezt a klubnál is látják, most nem fogunk spoilerezni, de nyilvánvaló, hogy ezt az idényt így kell lehozni, tehát így kell megoldást találni. Hogy sült el Szemerei beállítása? Ugye Bíró Blanka csillagokat is levédte az égről a múlt héten. Többször is volt egyébként ilyen szenárió, hogy az első fél idő végén jött Bíró Blankának egy pici pihenő, de most a második fél időt is Szemerei kezdte. Ekkora baj volt a kapuban, vagy ennyire most nem tudott hozzátenni Bíró? Én úgy láttam, hogy ugye a Bíró Blanka remekül véd a közeli zónákból, szélről, beállósok ellen. Mikor szériába lőnek neki messziről, tehát ilyen 9-10 méterekről, és azokat nem tudja kivédeni, akkor esik mindig egy picit a teljesítménye, mert érthetően elmegy egy picit az önbizalma.
és most ugye akkor lehozták, amikor jöttek a Sonja Frey-nek például ezek a fél távoli, nem mondanám bombákat, mert inkább ilyen jól helyezett, pattintott lövések voltak, és aztán a Szemerei tudott fogni egy-két labdát, és mikor visszajött a második félidő második felére a Bíró Blanka, akkor megint csak zicsereket tudott védeni, avval villant föl végül is a remény, hogy ott a beállósnak, a szélsőnek megfogott egy-két labdáját, de amikor rendszeresen 9-ről, 8-9-10-ről meglövik őket, és nem tud a kapus mit tenni, az mindig a Bíró Blanka teljesítményét nyilvánvalóan visszahúzza. Picit lehet, hogy ott tartunk most, hogy amikor előindult ez a félszezon, és jött a Bukarest meccs, azt mondta Elek Gábor, hogy itt vagyunk egy ponttal, nagyon nincs miben reménykedni, rakjuk oda ezt a tavaszt, lesz, ami lesz. Aztán egészen máshogy beszéltünk a Fradiról a Bukarest meccs után, és picit attól tartok, hogy most ugye, ahogyan felvezettük a tabella mostani állását a két Rosztov elleni muszáj győzelmet, most mint a megint visszatértünk volna ahhoz, hogy hát akkor hozzunk ki ebből, amit lehet, pedig egy hétig babusgattuk a gondolatot, hogy tovább lehet akár menni. Nagyon nehéz lehet most ott okosnak lenni, mert azért három fronton megy a küzdelem, azért látni kell, és soha nem volt még ilyen éles a bajnokság, mint most. Nem volt ekkora tétje az ezüstéremnek, amire most azért bejelentkezett a Siófok, ez elég egyértelmű. Ott van a Magyar Kupa, ahol Debrecenbe megy a Fradi, tehát vannak itt kérdések, látjuk, hogy milyen az anyag. Itt sakkozni is kell, azt gondolom, és el tudom képzelni, hogy fognak is. Én nem gondolom, hogy a BL-t azt így bedobják a közösbe. Nem, és egyébként a mai teljesítmény azért feltétlenül sokkal jobb volt, mint mikor mondjuk a Christian Sand elleni mérkőzésre gondolunk, ahol 10 volt azt hiszem a különbség, vagy Metz ellen itthon. Tehát ez egy korrekt teljesítmény volt. Most nem tudtak idegenbe nyerni a dán bajnok ellen, hát azért az nem egy olyan egetverő probléma, tehát abszolút versenyképes a csapat pillanatnyilag, és az összes többi mérkőzésen is ezt várom, hogy lehet, hogy lesz még egy ilyen szuper meccs, mint a Bukarest ellen, de egyébként, ha ilyen szoros meccsek nyernek, vesztenek, hát az benne van. Bocsánat. Esetre ott vannak a BL-be abszolút a szintéren. Bíró Blanka itt van velünk a vonalban Dániából, és ha mindenig az hall bennünket. Halló, halló! Jó estét, sziasztok! Szia, itt az Asztalnál Borsos Attila, Tóth Timi, Ágai Kis András a harmadik félidőben. Hát szerintem az utolsó pár mondatot hallottad, amit Attila mondott, hogy ez most egy versenyképes Ferencváros, és szerintem ez a mondat, ez nagyon fontos, hogy el tud hangzani az őszt követően. Most azon gondolkodtunk, hogy itt a Bukarest meccs után mindenki elkezdett számolgatni, hogy mi van, ha mégis tovább lehet menni. Most nem tudom, mennyire lóg a Bili füle az öltözőben, úgy tudom, hogy az elég sok időt most bent voltatok, de milyen lett most a kedvetek ezügyben az Esbjerg meccset követően? Hát most azért nem gondolom, hogy még boldogan tudunk visszanézni erre a mérkőzésre, azért az öltözőben mindenki láttam, hogy eléggé megfogta a mérkőzés, hiszen 26-25-nél vezettünk is, szóval azért nagyon egy esély volt a kezünkbe, amivel akár a mérkőzés is megnyerhettük volna, és nem sok csapat mondhatja magáról, hogy itt egy ilyen mérkőzés tudott játszani, hiszen nagyon sok csapat megszenvedett itt. Lehet, hogy már holnap kicsit másképp fogunk ránézni, de ebből úgy gondolom, hogy mindenképpen erőt kell merítenünk. 5-0-al nyitottatok, volt 9-4 is, most utólag mondhatjuk, hogy túl korán jött a túl nagy előny, de ugye szépen fokozatosan fogyott ez el. Elek Gábornak volt szerintünk tökéletesen időzített időkérése is, szóval az az első széria az nem volt elég ahhoz? Ezek szerint nem, de túl hamar jött, hogy ebből igazából 60 percen keresztül tudjatok gazdálkodni? Ugye az Esbjerg az elején egy nyitott védekezéssel kezdett, ami nagyon jól jött nekünk, hiszen minden helyzetünket gólra tudtuk ott váltani, és ebből a védekezésünk is nagyon feszes volt, nagyon jól mentünk, és ott, mikor visszamentek hatos falra, mi is belecseréltünk a védekezésbe, egy kicsit megbomlott, de úgy gondolom, hogy utána megint x-osztuk a mérkőzést, szóval a másik félidőben de megint úgy kellett kimennünk, mint hogyha 0-0-ról kezdenénk. Zseniálisan védtél, Blani, a Bukarest ellen, most Szemerei Zsófi jött az első fél időben. Ilyenkor ez hogy dől el? Te magad jelzett, hogy egy kis frissítés nem ártana, vagy Gábor nyúlt bele ebbe a meccsbe? Mert azért az viszonylag ritkán fordul elő, hogy ugye Zsófi védte az első fél idő végét, és elég sokat a másodikban is.
Ott az első fél idő végén ott már volt egy-két lövés, amit úgy éreztem, hogy az enyém volt, és amikor a Brejszol ott nagyon csúnyán lemaradtam róla, akkor éreztem azt, hogy lehet, hogy jobbat teszek magamnak a csapatnak is, hogyha én most lejövök, de szerencsére jól is jöttünk ki belőle, hiszen Zsófi Zicsert hárított, és ott már talán másfél, egy-két perc volt hátra az első fél időből, de ezzel ugye az volt, hogy akkor marad ő is a második fél időben, hiszen nem voltok, hogy cseréljünk vissza. És amellett, hogy Brejszol komoly labdákat eresztett el nekünk, az volt a furcsa, hogy néztük Szonya Frey játékát, és olyan, ugye Attila azt mondta, de lehet inkább átadom a szót, hogy ilyen teljesen atipikus, ütemtelen lövései vannak, hogy mindig az az ember érzés, hogy majdnem odaér, de aztán valahogy mindig lepattan, bepattan, átpattan. Szia, Blani, Bors, Attila vagyok. Tényleg ezt szeretném tőled megkérdezni, hogy, mert úgy éreztem, hogy ott tört meg egy picit a teljesítményed, mikor a Szonya Frey bepattingatta ezeket a elég kellemetlen lövéseit, és akkor onnan picit elment a fonál, akkor jött a Brejszol, amelyik meg az égből tüzelt, közben a Polman az meg mindenhonnan tüzelt, úgyhogy ez nem volt nagyon könnyű a 9 méterre jövő lövésekkel szemben a védéseidet elővételezni. Igen, nagyon nehéz volt, és a mérkőzés elején a Gábor felhívta ránk a figyelmet, hogy a fejjel szemben mindenképp a legfontosabb az, hogy komolyan vegyük, hiszen az adottságaiból kifolyólag azért nem egy erős fizikumú, illetve magas játékos, nagyon gyors, és tényleg nagyon kellemetlenek ezek a lövései. Ez a 3-4-et, amit ott eleresztett az első fél időben, ott fel is hívta a Gábor az öltözőbe a figyelmet, hogy ez volt az, amit mondott, hogyha nem veszik komolyan, akkor odajön és be fogja lőni. És amit mondtál, tényleg nagyon kellemetlen ez a volt egy, amikor megpattan konkrétan a lábam előtt kapuszszemszögből az egyik legrosszabb lövés szerintem. Összességében két gólos vereség, de egyáltalán nem rossz játék. Mi a mérleg? Mi a gyors mérleg? Remélem tudunk belőle építkezni. Most azért persze, ahogy említettem az elején, még nagyon csalódott az ember, hiszen az esélye kezünkben volt, de lehet, hogyha a tanulságokat lemondjuk belőle, a Rostovra ebből tudunk építkezni is tovább, és nagyon fontos, hogy szem előtt tudjuk tartani, hogy itt azért nagyon sok csapat megszenvedett, sőt, nagyon kevés nyert. És végig azért nagyon komoly erőre készítjük az Eisberget. Figyelj, fogjuk ezt föl, úgyhogy nagyon egyszerű a feladat, most már oda-vissza akkor a Rostovot kell megverni, meg Bukarestben nyerni, úgyhogy nem nagyon kell gondolkodni, ennyit tudunk segíteni. Ezt szerintem mindenki most vakon aláírna. Jó, akkor ebben maradtunk. Jó utat nektek visszafelé, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nagyon szépen köszönjük, viszontlátásra, sziasztok! Bíró Blankát hallottuk, tehát a Ferencváros két gólos vereséggel tér haza majd nyilván rövidesen Dániából, mi pedig már is folytatjuk tovább Veronika Krisztiánzennel és a Győr Budusnaszt elleni meccsével.